Ismételten itt vagyunk a képernyőn, ez azt jelenti, hogy hamarosan most már tényleg láthatjátok Debrét, ahogy Stockholmban megmérkőzik majd Zigzeggel. Debre megverte 2-0-ra japán ellenfelét, így teljesen nyíltá vált a csoport. Alok vezet úgy, hogy 2-1-2-1, szóval nincs egy igazán kimagasló játékos még egyelőre, az első két BO3 után. Zigzeget is megverte Topotix, szóval így tényleg minden kérdés az gyakorlatilag nyitott. Egyedül szegény Reanna van ott 0-0 győzelemmel és -3-as arányjal, de a többiek nagyon egyben vannak, és ez jó hír, ha Debrének szurkolom most a második helyen. Jó ez. Ha, igen, jó, és eljöket elveri Zigzeget, akkor Zigzeg is ott a csoport. Igen, az azért Zigzegnek ez elég nagy esélyese. Presztízs lenne innen tovább jutni. A másik csoportot is láthatjuk, ott 2 győzelem és 2-0-2-1 Trabotának. Trabotáról annyit tudni kell, legalábbis ezt írta nekünk. Igen. Szóval egy kiváló játékos, és keveset játszik nyilvánosan, de ennyi. Ennyi. Szóval egy nagyon jó játékos, aki kerül a nyilvánosságot, nem is akarja megmutatni, hogy mire képes, és viszont itt egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy óriási formában van. Ott van Kodiák, és itt van Debre. Ott van Debre. Ott van a kecske. Debre Szabolcs Attila egyenesen Magyarországról utazott ki, és akkor ellenfele nem lesz más, mint Zigzeg, a nagy sztárja az alcsoportnak, meg az egész világbajnokságnak. Meg kell verni. Nem, nincs más kérdés, meg kell verni. 2-0 vagy 2-1 szerintem az... A 2-0 nagyon jó lenne amúgy. 2-0 nagyon jó lenne, de 2-1-nek is örülnénk természetesen. Az, hogy Zigzegnek melyik a legerősebb módja, amit preferál, szerintem neki is az NMPZ, de nem kell addig eljutni. Meg kell verni az első kettőben Debrének, és akkor nincsen itt kérdés. Trabotta egyik legnagyobb esély, és menők a mezek. Bizony, a mezek nagyon menők, ezt ők csinálták ott a helyszínen, mindenkinek saját mezt készítettek. És tényleg jól néznek ki. Amúgy megadják a módját, jól néz ki maga a helyszín, jó a clean feed, már látjátok, hogy milyen kis technikával dolgoznak, vannak ilyen kis jó húzások, hogy egyszer látjuk, hogy tényleg egy térképen hova raknak, külön térkép, kameraképek, minden rendben van eddig. Nagyon a kis technikai problémán kívül nem is volt semmi. Igen, az a technikai probléma, és ott sem tudjuk, hogy mi történt, mert szerintem az volt a baj, hogy először, amikor Reanna megverte a lokot, az volt egy kicsit döcögő, és viszont most van interjúm, hallgassuk meg. Why didn't you go first? It feels really good to be here. I really loved meeting everyone and just getting to know all these people I've known online for so long has been great. And also the excitement of being able to play soon is really fantastic. Everything is possible. I think my group is very tough and I'm quite weak at moving, so the moving format. I think I'm definitely a strong contender to get out of the group stage, but I couldn't say it's very likely. I don't know, you should ask the researchers that. Debre nagyon készülődik, bocsánat azért a vágásra, nem tudom, mi történt. Pont elvágták Debrének a mondandóját. Tehát közelebb a mikrofont azt írták. Meg vagy vele. Itt van Debre Zigzeg. Még egyszer, Debre a legnagyobb esélyese a csoportnak, Reanna szerint. Ő meg biztos ismeri, mert játszott vele már jó sokat. Azt tudni kell, hogy a move lesz a kérdés. Aki megnyeri a move-ot, szerintem az megnyeri az egészet. És ez kéne most nagyon behúzni a Debrének. Banyász, rögtön láthatjuk a táblát. Ez már egy hatalmas információ a játékosokon. Szóval a move az gyengesége mindkét játékosnak. Ez Debre is elmondta, hogy nem szereti annyira a move-ot. Zigzeg is. Mindkettőknek ugyanannyira gyengesége, akkor egyiküknek sem. Így van, pontosan. Ha egymás ellen játszanak, igen, akkor itt nem jönnek ki ezek a nagy differenciák. Mint például Reanna ellen Debrének majd lesz egy olyan mérkőzése, hogy lehet, hogy az első kört azt nem azt mondja, el kell engedni, de nem azt kell megnyerni, tudja ő is, hanem majd ahogy Alok is a no move-ot meg az NPZ-t azt kell behúzni. Bal oldalon Debre, jobb oldalon Zigzeg, a nagy sztár, és rögtön megvan az információ. Kérdés, hogy merre indul el Debre? Aha, oké. Okay. Az Zigzeg tudja, hogy hol van. Egy pillanatra megijedtem, hogy Zigzeg már tippeli is, de... Nem, csak ismeri ezt a helyet. Sőt, Debre már be is tippelte. Wow! Közel is. Azt a betyárját. És van, egy ezres kezdés van. Debre, mit csinálsz? Debre, kérlek, ne legyen ennyire jó, mert akkor keveset kerülsz képernyőre, és nem olyan szórakoztató a nézőknek. Brutális. Brutális kezdés volt ez. Ez hihetetlen, tényleg. Ezt így kell csinálni. Move-ban ráadásul egy ezres kezdés. Move-ban egy ezres kezdés. Ez itt gyorsabb volt, itt nagyon megindult ez az egész. Nem volt itt ilyen... Eddig Zigzeg volt, aki rögtön elkezdett térképen keresgélni. Meg is ijedtem, hogy már ebből tipp lesz itt, de nézd meg.
itt is, itt is. Mit csinál? Mit csinál, Debre? Nem ember, nem ember. Félig ember, félig kecske. Hogy somoly, hogy belenézett a kamerába? Tudja. És ez egy kicsit olyan, mintha egy másik csoport lenne, vagy nem is tudom. Nem tudom. Hogy kaphatott ki Debre az első B? Na mindegy, nem tudjuk, mi történt. Az lehet, hogy az volt a hangolódás része. Kivégzés. Nézi a kamerát. Reméljük, hogy ez nem csak két ilyen nagyon jó kör volt, hanem még ilyen jó lesz. Tuktuk meta. Zseniális kommentek. Na nézzük. Debre amúgy nagyon laza. Nagyon, szerintem jó hangulatban van. Mennyi, ez az érdekes, hogy amikor itt beszélgettem vele, szerintem sokkal jobban stresszelt, mint amikor játszott. Neki a játék az, amit te is mondtál. Ha, igen. Hogyha benne van, akkor már a játékban van benne. Megint ott. Ami Debre olyan tempót diktál, hogy eddig ez nem tud mit csinálni. Zigzag. Megint megvan, hogy nagyjából hol vannak Ausztráliának a délkeleti részén. Ez gyakorlatilag egymás mellett van. Hát itt teljesen mindegy, hogy kinyeri meg ezt a kört, az nem bukik. Most nem. Annyira, nem bukik annyit, mert mind a ketten ugyanoda teszik. 59 méter, gyerekek! 59 méter! Csak úgy mondom. Ilyeneket végig, én azt mondom. Ilyenek, ezt így kell csinálni. Hogy integet a kis avatárja? Rengeteget készült Debre, ezt ő is elmondta, hogy amikor meghívták, akkor pont egy olyan időszaka volt, hogy akkor nem játszott, és meg is lepődött azon, hogy meghívták, mert ő úgy volt vele, hogy akkor most kicsit foglalkozunk a tanulással, kicsit foglalkozunk a nyárral, és megkapta a meghívóját, egyből azt mondta, hogy akkor készülni kell végtelen. Most zigzag tippet nagyon gyorsan. Nagyon gyors volt. És még így is Debre lenyomja, hát ennyi. Gyakorlatilag vége is, ennyi volt. Négy kör, föltetek. Hát ez. Gyorsabb körök egyik, én azt mondom. Hát hogy? Nem is, ők nem igazán használták ki ezt a mozgást. Nem. Debrének az alkarja az méretes, én azt mondom. Hát 59 méteres legalább. Úristen, ez mekkora verés volt, amit most kapott Zigzag. Lehet, hogy az előző vereség azért kizökkentette Zigzaget, mert 0-2-re kapott ki. És oké, hogy a... Lehet, hogy ez csak a move miatt volt. Move miatt, hogy topotik, és ez nem számít igazán. Flow lesz Express Victor. Igen, amúgy nem kapott sebzés Debre, úgy miért. Ja. Hihetetlen. Hát úgy értem, hogy lehet, hogy csak a move-val vannak így mindketten, hogy úgy játsszák, mintha nem move lenne. Igen, rögtön csekkolták a különböző segédprogramokat, de nem használ ilyet természetesen Debre. Ez a felkészülés meg az ős tehetség. Egyébként ő is elmondta magáról, hogy érezte, amikor először játszott geogeszert, hogy tehetséges. Ezt így ő elmondta, hogy szeret, és mivel rájött arra, hogy tehetséges, ezért úgy volt vele, hogy komolyabban kell foglalkozni a játékkal, és elkezdett térképeket gyártani, elkezdett másokat nézni, és egy idő után rájött arra, hogy ebben igenis van lehetőség, elindult versenyeken is, nem sokon. Miből érezte? Szerintem csak az, hogy elkezdett például a metát olvasni, és rájött arra, hogy a meta olvasás után neki automatikusan ez lehet, hogy tikkere az agya, hogy akkor az a meta, az neki tényleg megmarad a fejében, az a villanypóza. Egyszer megnéz, és utána tényleg tudja, hogy ez hol van a világban. Hogyha kap egy képet, akkor rögtön össze tudja kötni a kettőt. Ez egyébként egy ilyen nagyon speciális tehetség. Ez olyan, mint a fejszámolás. Hogy ott is megvan egy rendszer, és itt is megvan egy rendszer, amiben gyakorlatilag dolgoznod kell az agyadat, és ez nagyon megy Debrének. És 18 éves a srác. Tavaly nem is indulhatott volna. Igen. Zigzag tudja, hogy nem Debrét kell megverni. Igen, Debre most nagyon nagy formában van. Az, hogy megverte a japán srácot, ugye a Sinát, az most nagyon kellett. Az a 2-0 az nagyon jót tett neki. És úgy tűnik, akkor tényleg a csoportnak az egyik nagy favoritja lehet Alok. És akkor Alok Debre első két hely, az én teljesen kiegyezek vele. Sőt, még Alokot valaki elkapja, és akkor Debre első hely, rögtön quarterfinals, negyeddöntő, az lenne az igazi. Na és akkor innentől nem mozgunk, és Zigzag is most... És sem nagyon mozogtak. El is sem mozogtak, de Zigzagnek ez az, ami jobban fekszik. Inkább csak forogtak, mint most. Igen. Mert rögtön tudták szerintem, hogy nagyjából hol vannak, de így tényleg így megvoltak, nem tudom, 100 km-en belül, utána kell csak pontosítani. Villanypóznát. Brazília. Igen, ezt nagyon megijesztem a földből. A föld. Igen, azt nagyon szokták mondani. Brazilian dirt. Itt különböző helyre tettek. Itt a hegyek lehetnek azok, amik így befolyásolják, hogy merre vagy, mert eléggé a domborzat az más a két helyen, ahova betippelték, és ez most jobban kijött, de nem sokkal. Ez még belefér. 300 belefér. De ez most mutatta, ez az első, ami Zigzag megnyert eddig a szériában kör. Jött a második. Na, már megint a föld.
Én egyből, hogyha ez lenne, egyből rámondanám. De ez talán Afrika is lett, nem? Lehet Afrika. Lehet Afrika, igen. De hogyha ebből kéne tippelnem, én Brazílt mondanék erre. Végtelen Brazília. Nem, ez Afrika. És megint az a rész. Igen, Afrikának mindig ezt a részét látod. Hát ahova beérkezik a különböző illegális áru Dél-Amerikából, ezt is megtanultam egyetemen, mert az a legkisebb távolság az utcán keresztül. Nagyjából ugyanaz a tippeltek, északabbra volt, meg egyetlen ponttal. Igen, egy kilométerre volt csak Szorzó közelebb. Miatt, igen. Semmit nem számít. Nigériai követő autó. Mert Nigériában úgy volt, hogy volt egy másik autó, ami követte a Google autóját, hogy gondolom ne érje semmilyen atrocitása a gépjárművet. Nigéria megvolt, Nigérián belül viszont nem tudták, hogy hol vannak. Graffitik. Na. Nézzük, ugyanazt nézik pont. Ugyanazt, az egy az egybe. Egy az egybe ugyanaz. Rögtön tudják, egy az, hogy... Egy az egybe ugyanoda. Egy az egybe ugyanoda. Az igen. Igen, én Magyarországon nem tudom megmondani neked. Ugyanakkor? Ugyanabban a pillanatban nyomnak rá? Megvan az utcanév is. Ha nagyon akarnak, akkor még tudnak így centízni. 2-1, és letelt, és Valencián belül... Nézd meg. Hát gyakorlatilag 300 méter, megint most... 2 pont vissza. 2 pont vissza, őrületes izgalmak. Rá van írva kukára, jó, hogy tudja. Jó, én elhiszem, hogy rá van írva, csak tűnik olyan messze van a képernyő, hogy én nem látom, hogy mi van ott. De igen, amúgy, ha megvan egy biztos feliratod, onnantól kezdve már csak... Hát nem, onnantól nem számít gyakorlatilag, hogy most mennyire vagy közel. Nagyjából berakod, ahova tippeled, ilyen, bármint az utcát, ha látod, az jó, de ha nem, akkor is így városnak egy különböző kerületeit azért felismered. Főleg, ha nagyobb város, vagy ilyen népszerű. Na ez viszont nem ez a rész, amit így nagyon egyszerűen be tudsz lőni. Megyünk Amerikába. Ez egy eléggé kis út. Nem ehhez szokunk hozzá, amikor Amerikát látjuk. Igen, nagyjából megint ugyanoda. Nagyjából ugyanoda. Nézzük, hogy Amerikánál volt ez, hogy... Ott volt az óriási. A két nyugati-keleti oldalt nézte egyikőjük, másikójuk, valaki a közepét inkább. Azért itt lehet egy kisebb... Van egy kisebb távolság, de nagyjából ugyanaz messze voltak. Na. Egy kicsit még így. 50 sebzés. Hát hiába nyeri Debre a köröket, itt megint úgy tűnik, hogy egy nagy szorzós kört kell behúzni valakinek, úgyhogy a másik az messze van fejben attól, hogy hova is dobta le őt a rendszer. Valaki egy hitelvel, ez pontosan, igen, ettől félek én, és csak ne Debre legyen az. És egyébként nem volt olyan körünk, ahol mind a kettőnek megmaradta? Nem. Mindig valaki a végére elfárad. Vagy a tizedik kör volt a legutolsó, de olyan még nem volt, hogy HP-val élték volna túl a 10 kört, és akkor utána számogatni kell. Vagy nem is kellett számogatni, csak ránézünk, hogy kinek maradt több a végén. Hát India. Hát India, na hát India az, India meg Oroszország, ez a kettő, meg Kína nekem. De hogy Kínában voltunk már? Kínában beengedik a Google autót? Azt viszont nem tudom. Na, ez egy... Már csak egy bizonyos részére, de nem vagyok ebben teljesen biztos. Aki tudja, az írja már meg, hogy a kínai geogesszer az így létezik-e. Én biztos vagyok benne, hogy van. Nem, de nem hogy engedik be. Egyáltalán? Egyáltalán nem, akkor ezért nincs Kína. Taiwan? Esetleg. Taiwan szerintem az viszont van. Tracker van csak, aha, ott van, megint. Ez most jó volt. Ez elég jó. Ez most jó volt, elég ez jó. Most nagyon szép volt. Taiwan van, közben megtudtuk. Kicsit közelebb rakta Debre, de ő se volt biztos benne, hogy hol, nagyjából a széleség körben. Volt, de az bőven elég itt már. Taiwan van, Hongkong is van, aha, akkor csak maga a Kína. Igen, itt már pár száz kilométer is jó lett. Itt már bőven elég, 3-feles szorzó. Gyakorlatilag Debrének egy jó kör kell, és akkor én azt mondom, hogy ez meg is van a 2-0-ra. Az első, a Move-os annyira jó volt neki, hogy az így hihetetlen tényleg, hogy mennyire nagy formában van. Amit azért érződik, hogy itt gyakorlatilag többet várnak. Igen. Igen, így hagyják a... Ha Move-osnál jobban el lett volna engedve. Ott nyomják, figyelj. Ott pörgetik. Megyünk Görögország. Vagy... Nem látom. Hol vagyunk? Albánia volt, és annak a teljesen déli része. 5000. 5000-es, hello, 5000. 33 méter. Igen, látszódik, hogy zigzag nem tudta, rárakta a feliratra. Berakta Albánia közepére. Az egy laza 5000-es volt.
Oké, Debre ezt nagyon megérezte, hogy a határ környékén ott délen van. Albániát föl lehet ismerni, ezt mondta Debre is nekem, hogy az olyan, hogy így egyből tudod, hogy jó, de 33 méter. Hát 33 méterre nem ismered, 33 méterre téged nem ismerlek fel az utcán. Nagyon jó, így tovább. Így tovább. Most tényleg, most ez most nagyon Debre. Ez nagyon Debrének eddig a szériája. Megvan a blőrözés, megvan a sárga csík a szélén az útnak. Megyünk le. Afrika déli része. Tehát Botswana? Megvan az út, és az úton belül hol vagyunk? Nem nagyon látsz bekötő utat. Felülről kicsit az út minőségét még jobban. Most keresgélik, hogy... Ezen a szakaszon rosszabb egy kicsit. Botswanában voltunk, és ezt most eltalálta. Sok a sebzés, de Debrének több volt. Meg volt az út, és az úton belül nehéz volt kitalálni, hogy hol vagy. Botswanában zigzag expert. Hát, expert volt, de nem annyira volt expert. Na, és akkor ahhoz képest ez szépen meg lett tartva, én azt mondom. Útjelző táblán, vagy ilyen kis... Hát ez nem... Ez egy kis gyalogútnak tűnik. És Debre már ott van, zoomolva. Zoomolgat. Látja a feliratokat. Én azt mondom, ez mindig jó jel, hogyha valaki már egyből a térképen nézi, hogy ez hol van nagyjából pontosan. A tehenek is őt segítik, természetesen. Szurkolnak Debrének. Ment is a tip. Ja, nagyon nem tudja zigzag, Debre, most ez lehet az. Megvan neki is. Betippeli. És megverte? Nem, meg. Jaj, csak 600-as volt. Ez bizony. Szerencsére annyira kisi az ország, hogy ott nincsen kórés távolságok. Fú, azért ez szoros volt. Debre nagyon maga biztosan. Viszont, arra ment, hogy igen, tudja nagyjából hol van. És a másik az meg, hogy idő. Igen, zigzag meg csak jó helyre tette. Legalábbis érzésre ez volt. Na nézzük, ötszörös sebzés. Az utolsó előtti kör... Itt, ma az is elég lehet, hogyha meg tudja tartani ezt a különbséget. Ez is elég, igen. Most lehet, hogy ez lesz az első KP-val nyerni. Ez nem olyan kis országnak tűnik. Nekem se tűnik kis országnak. Jó, a Kanada. Jó, Kanada rögtön le is tette. Zigzag be is tippelte. Szorít az idő most, 10. Hiszek, 9-ek, meg vagy Kanada, csak Kanadának melyik része? Északabbra tette Debre? Jó lehet, azt talán még. Északra teszi. Jó. Megvan, megcsinálta. Elég ez? Elég, bőven elég. Ott is van. 2-0, ez az. 2-0, Debre megverte zigzeget. Óriási győzelem, és Debre 3-ból 2-t megnyert, és abban az egyben is úgy, és 2-0-2-0-ra, és abban, amivel kikapott, remélem mutogat valamit a kamerának, egy jó hüvelykújat kérek. Mindig csak olyan, úgy nézve, mint azt a kamerát, azt így el akarná vinni, és a sikátorban valahogy. Ijetek a lányokat. zseniális. Na, szóval megvan Debrinek 2-0-2-0, és az a vereség is 1-2 volt. És szerintem a kameramen is élvezi. Arc, nagyon bírom. Ott is van, Gigacset Debre. Ez egy nagyon sima volt ez a kettő. Az is, hogy átvette amúgy a csoportvezetést. Igen, attól függ, hogy most mit játszik Alok. Ha Alok most nyer, akkor közös. Biztos, hogy nem. De ha Alok kikap 1-2-re, akkor viszont Debre vezet. Igen. Azért ez most egy nagy győzelem volt Debrének. Zigzeget vert el, és akkor innentől neki hátra van még, ha megnézzük az ellenfeleket, meg van Topotik. Még Reanna az utolsó, és van még Topotik. És ennyi. Igen. 5 kört kell játszani, 3 már megvolt. Reanna lesz az utolsó, és Topotik lesz az utolsó előtti, ha jól tudom. Én azt mondom, hogy legalábbis azokat a meccseket, amiket eddig láttunk, ugye Annának a meccsét, meg Topotiknak a meccsét. A Topotik megverte zigzeget 2-0-ra, azért az elárul egy-két dolgot. Hogy ő jó, lehet, hogy csak az első meccs volt neki. Lehet, az első az kicsit... Nehézkes, de ebből a meccsből most kiindulva, azt mondom, hogy igen, elég jó formában van. És akkor ott van Reanna, akinek a move az nagyon megy, ott, de az most Debrinek is nagyon jó volt, ne felejtsük el, szóval akár még ott is megverheti Reannát. Főleg amúgy ő nagyon gyorsan is tippelt, tehát lehet, hogy azzal meg tudja fogni, hogyha majd ott gondja lenne. Igen, mert Reanna az gyors tippeléssel. Kivárt nagyon az utolsó pillanatokig. Nem tudom, hogy most akkor megvárjuk-e, míg tényleg lezajlik az összes párhuzamos mérkőzés, akkor utána jövünk vissza majd a következővel. Debrét most nem látjuk. De lesz interjúnk Debrével. Hát ezt meg kell várni. Majd leül ő is oda a casting couchra. És akkor majd ott elmondja, hogy érezte ezt belülről, ezt a zigzag elleni BO3-at. Azt megvárjuk mindenképpen. Addig meg akkor arról beszélgetünk, hogy még egyszer
A csoportból a legjobb három helyzet jut tovább, és az első helyezett rögtön a negyed döntőbe kvalifikálja a önmagát, kis testét. És arra most egész jó esély. Debrének nagyon jó esélyei vannak, most tényleg Alok és ők ketten, akik kiemelkednek ebből a hatosból. A második és harmadik helyezettek mennek a knockout stage-be, és a knockout stage-ben a második helyezettek harmadik helyezettel játszanak, a harmadikok másodikkal. Értelemszerűen azonos csoportból nem sorsolhatnak nekik ellenfelet, szóval itt azért még Debrének a knockout stage-be is van esélye, mert egy csoport harmadikkal kell majd megküzdenie, ha most másodikként és nem elsőként jut majd tovább. Viszont az egy plusz BO3-at jelent, ami azért plusz idő. Szóval az megint csak az, hogy kicsit még nap végén lesz az, mondjuk, szóval az azért jó lenne, ha első helyen jutna tovább, és akkor rápihenhetne a holnapi negyed döntőre, ami szintén BO3, elődöntő BO5, és a döntő is BO5, és 50 ezer dollár özdíjazás. Debrének egyébként gyűlik a pénz, mert már 5-öt nyert, az 1000 dollár. 5 kört nyert meg összesen. Ezt most akkor tudjuk, hogy a meccsenként van? Igen, úgy van, hogy meccsenként van, és már 2-0-2 az összesen 4, meg volt egy 2-1-5 is nyert egyet, az 5 darab. Ha jól tudom. Ha meg szériát nézünk, akkor is 406 csak, igen, csak széria, igen. De az is tök jó. Szóval meg ha bejut a knockoutba, az több pénz jelent neki, ha a negyedönt, az még több, stb. Stb. És akkor hallgassunk meg Debrét, hogy mit is nyilatkozott a győzelem után. We are blessed. Come on, have a seat. There's plants scattered around. Bit of an obstacle. He did manage to get all the way here. We're getting him set up now. And congratulations on the win. Nice Thank job. You. That was scary. Can I say that? That was scary. It was fast. It was consistent. Maybe a little bit. Who are you? I'm Launders. Nice greetings. To meet you. Do I need to introduce myself, Deborah? Please do. I'm good. I'm good. Deborah, great game. You moving against Zigzag. What was your plan going in? I didn't have a plan. I was just gonna guess. And you did guess pretty well. I did indeed. All yeah. Right. What happened in the A-Lock game? Because you started off. Yeah, I got flawless right out of the gate. I was a bit confused because I got a bunch of thoughts in my head immediately. Because I knew the format going in, but I just had this thought that maybe if I insta guess, then he will still have the 60 seconds remaining. And I just kind of for a couple of rounds, I was not insta guessing because of that. And afterwards, I just got completely outplayed. I don't know what Alok is on. He's just doing something. I think the rest of the games were pretty clumsy though. There was one Greenland guess, but if either of us guessed even in the right vicinity, then they instantly win. Mm. And I did think I did zoom into the town in Eastern Greenland plenty of times. But in Greenland, you never want to guess east unless you're completely certain, because otherwise, there's nothing else there. It's one or two towns. Everything is on the west. There was one guess that you had. I mean, everything was confident from you in this game. There was one guess in India where you could have gone more east. You had the right town or the right city, but you pulled back. Yeah, I saw Patna on the sign, Patna something. And I thought it was maybe South Patna, something like that. And I did want to go Patna, but there was a lot of English, which I knew was a Delhi thing. And I wasn't completely certain that I was, maybe it could have been something else called Patna, or maybe, it was just pointing towards the town and it was in Lucknow or somewhere else. So I wasn't confident, but I did hedge in the middle so that, I don't lose on that too many points. And thankfully he did not see that, or at least didn't recognize it, so. Yeah, new region, that one. What was your preparation like for this event so far? I basically prepared most countries that I had been pretty weak at. I've just tried to go through everything that I did not do too many metas for, Russia, Brazil, etc., Japan. One country that I did not practice, out of probably weakest country which I didn't practice, was Canada. And I did get a ton of Canada. Yeah, so you won on Canada just now. Technically, but it was it was a... It was one of those Canadas where I think everyone's gonna guess Saskatchewan there, because it's just so straightforward. But I'm more talking about those types of Canadas that are just these Ontario, Quebec back roads where you have to know the poles, you have to know the roads even in many cases, and that I very much did not prepare for. So have you heard about the new Gen 4 coverage in Germany? I was in part inspired to practice by the fact that there was this great expansive coverage, and I think Germany is very exciting. It's very nice to have Europe filled in. Before that, I didn't really used to playing Europe only, for example, because it always felt very awkward that you're playing Europe only, but the biggest country in Europe is missing, the most populous country at least. I just feel very good about Europe now. I mean, everything is together. The whole family is gone together to look themselves in Street View. So I'm happy about that, and I haven't learned anything about Germany, to be fair. So, for all that had been said,
you know, I don't know the guardrails or anything else. So if I get Germany and like somebody knows the guardrails, and you know, please, just 5K on me, like easily, like. Topodic, if you're out there taking notes, you'll be facing Dever on the stream in 2 matches. Itt vagyunk, itt vagy megérkeztünk. Topodic Debre, Debre megverte 2-1-re Reannát. Nem volt olyan könnyű ez a győzelem. A végén, ha jól néztem a bracketet, akkor 810 életere maradt Debrének, és onnan tudott nyerni. És itt vagyunk, kicsit ez tudjuk, hogy most csúszás van, szóval most ez előrébb jár már ez a széria, de az elejéről akarjuk nektek mutatni, és majd a két játékmód között visszahozzuk azt a lemaradásunkat. És akkor itt vagyunk, Debre, Topodic az első helyért, amelyik játékos megveri a másikat, most ebben a BO3-as szériában, az nyeri meg az alcsoportot, és rögtön mehet a Quarter Finals-be. Szóval lehet, hogy Debre, Reannának is a interjúja alapján tényleg a legesélyesebb a csoportban. Igen, Zizzó is azt mondta. Igen, mindenki azt mondja, Debre. Azon sem lepődne meg, nyerni az egészet. Igen, mindenki fél Debrétől, és ezt joggal teszik, a magyar srác tényleg nagy formában van. Szóval itt vagyunk. Itt vagyunk. Ne spoilerezzétek el a csete, hogy mi történik. Ha tényleg úgy alakul, hogy tudunk ugrani majd, akkor ugrunk természetesen az időben, és akkor behozzuk majd azt a kis lemaradást, ami kialakult nálunk. És akkor ismételten move-val kezdünk, utána jön majd a no move, és a végén majd az NMPZ. Nagyon, nagyon nyomogatja. Topodicnak a stílusa az első meccsen azért egy kicsit ilyen feszült volt, hogy nagyon stresszelt, de azóta megnyugodott, és csak megnyert 4-ből 3 meccset azóta. Mármint 3-ból 3. Mondani akartam, hogy most Debre is kicsit ezzel sokat mozgott. Sokat mozgott. És nem érezte annyira. Így is ő tippeli az elsőt. Egy jó Malajziát behúz. Viszont ezt sokkal és jobban. Jobb is. Sokkal jobban eltalálta. Dír. Azért az úgy. Volt egy Malajzia a Topodictól, a másik oldalon meg láthatjuk, hogy gyakorlatilag Debre így instant megtalálta azt, hogy hol van. Utána azon belül most nem volt, az egy másik dolog, de ez egy óriási pofon volt itt rögtön Topodicnak. Jó, Topodicnak tudjuk, hogy nem a move az erőssége, de Debre se olyan igazán kiemelkedő. És ez a leggyöngébb. Az a leggyöngébb, hát Reanna amúgy mindenkit megvert eddig move-ban, kivéve Zigzeget. Ott valamiért Zigzeg az első körben le tudta győzni move-ban, de azóta Reanna úgy kap ki az összes szériában, hogy az összes move-ot megnyert eddig. Közben megint a B-ben is óriási rangadók zajlanak. Rabota és Konszusz között az első helyért, de most mi ezzel foglalkozunk. Debre jól indított, egy nagy... Az, hogy első körben majdnem 2000 sebzés, az ilyen rengeteg. Főleg a nagyobb szorzókra lehet ez majd egy elég jó előny. Pontosan. Így, hogy move-ba ekkor előnyből indulsz gyakorlatilag, az nem azt mondom, hogy eldönti ezt a BO egyet így a 3-ból, mert gyakorlatilag 3 BO-nek tekinthető, mert más teljesen a mód is, az így nem lehet össze hasonlítani a többivel, de hogy ezt a move-ot, ezt itt tényleg nagyon jó látni, hogy ilyen jól kezdte Debre. Nem nagyon van idejük a játékosoknak se pihenni, ezt is megtudtuk, mert látszódik, hogy ilyen 5-10 perc van gyakorlatilag arra, hogy kimenjenek WC-re, egyenek 2 falatot, és már menjenek is vissza. Írország. Megtalálták a feliratokat, hogy hol is lehet Írországon belül nagyjából. Igen. Hát ezt most csak a végén berakta valahova Debre oda középre. Szerintem megvolt legalább a Írország. Az ország megvolt, onnantól már nem volt ideje kalkulálni pontosan a kilométereket, hogy az adott ponthoz, ahova lerakott, hol is vagy valójában. Nem mutatunk tabellát, nem mutatunk semmit, ez nem spoiler. Ezt most végignézzük így közösen Topodic és Debrének ezt a BO3-as szériáját. De egyébként elverte Reannát, igen. Igen, elverte 2-1-re. Arra kérdés ja, igen, bocsánat. Csak így mondom mindenki másnak, aki látja esetleg, hogy mi az állás itt a Debre Topodicban, hogy ne írja be, kérlek szépen. Szóval, igen, megverte Reannát, de szoros volt a vég az NMPZ. Megtalálták a feliratok a kamionokon, a teherautókon nagyon sokat segítenek, főleg a kamionokon, mert ott rajta vagy honnan indult, mi a székhelye annak a cégnek, akit a kamion képvisel, az már segíthet neked. Persze a kamionok az abból a szempontból viszont kicsit átverés, hogy az egész kontinenseket beutazzák, szóval lehet, hogy látsz egy kamiont, ami német felirat van, és egyáltalán Németországban vagy. Ez Anglia? Igen, de most Debre is kicsit megfontoltabban csinálja ezt igen. A move-ot. Igen. Mármint a move-ot, bocsánat. Igen, ott vagyunk Angliában. Csak hogy azon belül merre fele. Az igen! Na, az mondjuk jó. Az mondjuk nagyon szép, és ez már dupla sebzés volt, ez egy 1000-es ismételtem. Remekül látta meg Debre most ezt a lehetőséget, hogy melyik település környékén van.
és ismételten elindul. Visszaszámlálom, még egyszer 60 másodperc van egy körben, de ha lerakja valaki, akkor 15 másodperc alatt neked kötelező tenned egy tippet. Ha nem rakod, akkor 0 pont. Na, és ismét Dél-Amerikába utaztunk, és Debret szorítja az idő. Ajjajjajjajjaj! Az nagyon messze. Nagyon máshol van. Berakta Buenos Airesbe, és nem ott volt. Ez most nagyon sok. Igen. Ez így vége. Ez így vége is. Igen. Ajjajjaj, ez most... Jó, ezzel most gyorsan túl kell lendülni, Túl kell lendülni. Óriási tévesztés. De amúgy is csak a move volt. Ez csak a move de volt. Amúgy csak a move volt. Majd most a no move, illetve majd a NMPZ visszahozza itt a reményeket arra, hogy a csoport első helyén végezzen Debre. Topotig ezt nagyon megérezte, hogy hol is van. Gyorsan kiszúrt a Debrinek, nem volt sok ideje. 6000 fölött volt. Végre a zene. Végre a zene. Egyébként mindegy lett volna, hogy Debre mit csinál az előző körökben, 6000 fölötti sebzés szenvedett el. Nagyon nézelődnek, de így teljesen máshol. És mégis oly közel. 860. Topotik most óriási formába lendült hirtelen. Nagyon ráérzett győzelem ízére. Most ez a probléma, hogy Debrének 4-ből van 3 győzelme. És ezzel a 3 győzelemmel oké, hogy most a csoport élén van. De nagyon szoros meg. Szóval szerintem a top 3 meg lesz neki, csak jó lenne második helyen legalább tovább. Mindenképpen egy kört is el kéne hozni, hogyha véletlen. Igen, egy kör nagyon kapna. Fontos lenne. Egy kör nagyon fontos reméljük lenne. Vissza tud jönni. Azért ezek a körök itt még az első körök annyira nem... Az első körök nem annyira fontosak pontosan, sem amikor szorzóval. A nagyobb szorzó, és a játékmódokon is belül a move az, amit leginkább elengednek a játékosok. Ez szép volt. Igen. San Marino mellett. És ott is van a másfeles szorzó nyomat. Ez gyakorlatilag egár. Ez most kiegyenlítette ezt a move-os, vagy no move-os összecsapást. Paré. Érdekes egyébként ez a helyszín, ha megnézed, csak úgy belegondolsz, hol vagy. Mint egy ilyen... Nem tudom hova, nem tudom, mit látok, őszintén. Azok hegyek, vagy dombok, vagy homok, vagy dűne, össz, nem tudom. Új építésű ebből építésű. A távolságból nehéz megmondani. Nagyon fura. De majd mindjárt megmondják, hogy hol vagyunk. Chile határa. Peru. Egy nagy Peru. Már megint a Peru rész. Az, amit szintén Debre mondta, hogy Peru oké, de hogy Perun belül merre. És most igen. Ezt nagyon messze lőtte be. És ezt nagyon messze lőtte be. Ez most fájdalmas. 2600 életerőt bukik Debre. Meg volt Peru. De sokkal jobban tippel Topotik. Topotik most nagyon, valamit nagyon elkapott. Az első vereség az fura volt neki is. Nagyon, nagyon verte ott a mindent is, mert nagyon ideges volt, de azóta tényleg... Az elkapta, én azt mondom, hogy az volt egy kicsit az, hogy így feloldódjon, hogy mégis itt van, ezért van. Elpörgette magát, még az is lehet. És akkor most kellett neki ez a kis kihúzanító pofon, tényleg ott a nap elején. India. Melyik része Indián? Ugyanott vannak, itt nem dől el semmi. Azt mondom, nem dől el semmi, és nem dőlt el semmi. De ismételten, ez egy comeback victory kell, hogy legyen. Igen. Nagyon szoros, mert még egyszer a csoport két legjobb játékosa küzd meg egymással. Persze mind a ketten fáradnak. Azért ez már az 5. BO3, amit le kell nyomniuk a mai nap. És még hol a vége? Ezután ők elmennek pihenni, és jön a C és a D csoport, szóval maradjatok velünk a továbbiakban is. És ha Debre tovább jut, akkor a nap végén, ha második, harmadik helyen tovább, akkor azt láthatjátok a C és D csoport után, hogy Debre mire megy majd a knockout stage-be. Ha első helyen jut tovább Debre, akkor a mai napra befejezés, csak holnap találkozhatok vele, majd a negyed döntőben. Ebben bízunk, hogy ez összejön neki. Portugália. Ugye a portugálok közepét nézik mind a ketten. És akkor úgy nem is tudnak dönteni, ha nem behúzzák nagyjából ugyanoda. Háromszoros szorzó van, szóval a Portugália nem olyan óriási ország. Kicsit éjszakabbra tett Debre. Nem volt. Jó, ez még mindig belefér. Mindig belefér. De ez egy újabb
elveszített kör, és most már 3,5 a szorzó, amit láthattok ti is. Kicsit, mint hogy elbizonytalanodott volna, hogy... Most, mint a topotik rakna mindig gyorsabban. Igen, topotik, Debre az, aki, Debre az, aki próbálja pontosítani azt, hogy igen, azt, hogy hova rakjon. De remélhetőleg most kapunk itt a 3,5-szeres szorzónál egy... Ja, egy pofont kéne kiosztani topotik. Ilyen kört. Ez az vissza tudunk vágni. Igen, innentől van az a 3,5 talán, az 5 kör után, amikor ténylegesen már egy-egy jó tipp az gyakorlatilag comeback victory-t jelenti, vagy pont beadja az utolsó ütést, hát felviszi az utolsó kenetet arra a játékos, aki hátrányban van. Uh-huh. Gyakorlatilag bármelyik körnél lehet az, hogy egy jobb kezdőpontot kap Debre. Igen. Most úgy is. Nagyon érzi, és le is rakta. Jóval gyorsabb volt a tipp. Sokkal gyorsabb, és azért... Azért az nagyon messze van. Van! Oly! Úgy van, hát ez ott is van! Ott is van! Úristen! Debre! Te vadállat! Bántóan sima, így van! Ez egy könnyed győzelem volt. Ez kellett. Másodpercben nem forgott veszélyben. Gyönyörű! Az igen. Hát ezt ő se hitte, szerintem. De meg. Ez nagyon kellett neki is, látszik rajta, hogy ez most így... És akkor jött az NMP. Jött az NMP, ami nagy erőssége. Hát mellette, hogy irigykedik? Az első körben azért az első kör végén, ahol elvesztette, ott érződött rajta, hogy ez most... Áj! De itt most ez visszaoszta neki szerintem. Ott van Kodiak mellette. Hát Kodiak már kiesett, szóval ő már nem jutott tovább, és már csak tanul a mestertől. Tanul a mestertől Kodiak. Remek orosz tipp volt. Topotik is nagyon jól játszik természetesen, őt is dicsérni kell, csak azért ott van. Ott van az a nagyon szép call itt a végén. Amiről beszéltünk, itt 3,5 szorzó gyakorlatilag onnantól kezdve indul be, igazán a 6. körtől a széria, vagy éppen az egy játékmód. És akkor jött az NMPZ, itt nincsen lehetőség már mozogni, nincsen lehetőség forgolódni, és nincsen lehetőség zoomolni se. Abból a képből, amit ti is látok, abban kell megmondani, hogy hol vannak. Információ sok. Sok az információ. Ismételte lehet látni az aszfaltot, annak a minőségét, van villanyoszlop, vannak épületek, ez sokat segít. Ahogy el is mondta Zigzag, hogy az a baj, amikor landscape van, amikor csak egy táj. Ez viszonylag kevés volt. Kevés volt. Vagy hát, nekünk kevés volt az olyan kép, amin semmit nem láttunk. Nagyjából hasonló gondoltam. Hasonló, de mi nem pitte egyik játékos sem. Kicsit arrébb, ez szép volt. Jó. Első kör, megvan az első bevitt ütés, 300 életerőpont csökkentés, nem olyan sok. Dél-Amerika, nagyon sok a Dél-Amerika továbbra is, én úgy vagyok vele. Ez is elég szép. Ez egy szép északi táj. Na mondd meg, most megint. Csak, mert most ez egy szép tájról tudunk beszélgetni. Hol néz ki? Fogalmunk nincs, ugye? Alpok, megint az Alpok. Nagyon oda zoomolgatnak mindketten. Csak az Alpokon belül hol? Hát gyakorlatilag ugyanott. Az ugyanakkor a távolság. Oszia. Pontosan 4 kilométer, az semmi. Oszia, Alpok. Igen, becsapós. Norvégia az nem az Alpok. Hát ott fjordok vannak. De igen, aki nem ennyire profi, az bármelyik képen megörülhet, hogy ezt ismerem. Lerakja? Hát kontinens tévesztettem. Benne van. Mi nem tévesztettünk kontinens, mert itt ül Konti maga. Hát Európát eltaláltuk volna. Európát eltaláltuk volna. És nézd meg, mit csinál. Egyből. Egyből ráhúzza, és Topotik is egyből ráhúzza. Nagyjából ugyanaz a környék, mind a ketten. Hát ez is ilyen nüanszi távolság, gyakorlatilag. És közelebb volt Debre! Nagyon szép dupla sebzés. Nem nagy, de maga biztos. Csak Topotik is így indította, ha emlékszel, hogy minden... Jó, de inkább ezt lássuk, mint hogy vissza kell egy comeback-kel jönni. Ha véletlen eljutok mégis oda, hogy mindketten edben maradnak, akkor ez fog dönteni, hogy kell ez. Kellenek ezek a kis kicsi sebzések, amiket bevisz most Debre, Topotiknak. És akkor még egyszer, ha vége ennek a csoportnak, akkor befejeződik a B is, szóval ha az annak vége, akkor a B-nek is vége, mert párhuzamosan zajlanak a küzdelmek. Utána szerintem lehet, hogy lesz talán egy kicsit hosszabb szünet, hogy be kell ültetni a játékosokat a C és D csoportból, most azoknak a helyére, akik ott ülnek, Topotikék helyére, és akkor utána lehet majd
rákészülni ezekre a BO3-akra, és akkor utána a nap végén, majd az esti órákban már jönnek a Knockout Stage-nek az összecsapásai. Két és félszeres szorzó, nagyjából ott vagyunk megint. Ausztria? Ketten nagyon gondolkodnak. Nagyon Ausztria, de... Horvátország, Ausztria. Közelebb van, közelebb, nem látom. Pedig közelebb van, de minimális 83. 83. Valahol ott Horvátország, Ausztria környéke volt ez. Szlovénia, Horvátország, ott. Debre elmondta, hogy például Csehország és Szlovákia is abból a szempontból kellemetlen, hogy mivel egy ország volt régen, ezért gyakorlatilag minden ugyanolyan. Mármint, hogy így a szalagkorlátoktól kezdve minden ugyanaz, és ezért általában, ha ilyen... Azonnal tippet. Azonnal tippet. Visszatérünk még. Szóval Csehország, Szlovákián általában határa rárakják, és akkor úgy az oké. Okay. Ez meg elég közel van a két tipp. De Debrének jó. Nagyon jó eddig. És ez azért már komolyabb. 1944 majdnem lefelezte az életerét, már topotékot néz meg. Stresszel, fogja a fej, támasztja. Van baj. Hát azt reméljük, hogy nem kap egy olyat, amit nagyon fog tudni. Itt most már az is elég lenne, hogy csak... Fló lesz, még nem sebzett topotik semmit Debrébe, ne felejtsük el. És rögtön megvan a rendszám, és egyből megint durrantják oda. Jó, ezek jók, amiket mind a ketten tudnak. Igen, mert az Debrének segít, mert ő van előnyben. Jó, ez most annyira nem jó. De inkább ez legyen. Ez igen. Még, igen, most az, hogy 273, oké, nem flow lesz, de közel voltak nagyon. Jobb az, hogyha olyat kapunk most már, amit mindketten tudnak. Igen, mostantól... És kis eltéréssel, mint hogyha egy olyat, ami nem... nem. Ami nagyon, csak az egyikük ami nagyon rizikós, igen. Egy jó Oroszország például, vagy India, vagy Amerika, ezek voltak a vízválasztók a mai napon. Na, ez is valószínűleg hasonló lehet. Ugyanaz a környék. Viszont itt jelentősen nagyobb. A távolság is megvan. Ez meg is lesz? Nem, nincs még, nem, meg, nincs nem, még nem. Meg. De ez még egy ezres volt. Jordánia. Izrael. Az is nagyon sokszor volt már a mai nap. Szerintem, hogy 5-6-szor biztos láttuk. Ezeket az egyiket az első képből sem nyomják már. Itt ők nem forognak. Ezt csak mi látjuk, meg mi mozgunk. Az Observer mutatja, hogy egyébként nagyjából mit kéne látnunk a hátunk mögött, amit nem mutat a kamera. Ők csak ezt látják, amit ti is most a képernyőn. Viszont hop-hop, megérkeztünk Izlandra. És Izlandnak is itt. Debre nagyon magabiztosan közelített oda, de igen. Topotik is. De nem baj, ez jó. Igen, amúgy ez jó. Mert még egyszer több mint 3000 ponttal vezet Debre. Talán itt nem lehet annyival nem lehet közelebb talán. Igen, nézd meg, közel vannak, és jó, Debre közelebb van. Úgy van. Nem elég, ez nem elég. Hát ez nem, tényleg, de... De. 230, de nagyon izgalmas. Igen, te követ, most már utolsó két kör, ez itt... Ilyenek, azt mondom, ilyenek legyenek. Nyilván a legjobb azon, hogyha Debre tudnál kivégezni. Itt a vége. Azt írják, hogy itt a vége. Meglátjuk, hogy itt a vége. Ötszörös sebzés van most már. Én azt mondanám, hogy kapás vagy Amerika. De kiderül, hogy hol vannak. Hát, másik Amerikában. Másik Amerikában vannak, amit Ausztrália. És már tippelt is, ez elég biztató. Sokkal közelebb rakott, és ott azért vannak távolságok. Jó, ez még... De... 80, ez még jó, oké, ez belefér, és akkor az utolsó kör, még egyszer, hogyha nem tudják bevinni az végső csapást a játékosok, akkor igen, akinek több HP-ja marad. 2000 pont a különbség, 2000, amúgy, ez biztató. 2500, ne felejtsük el. Nem Magyarország lett, bár amúgy még az is lehetne. Itt a villanypózna az, ami elárul. Kár, hogy nem látjuk az első reakciót, hogy meglátják a képet. Igen, azt kéne. Új-Zéland. Mindenki tudja, hogy Új-Zélandon vagyunk. Én nem látom a birkákat, pedig tudom, hogy ez nagy birkatenyésztő nemzet. Meg tudjuk, hogy Új-Zéland az Gyűrűk ura. Ott van, valahol ott van egyébként Zsákos Frodo és Aragorn is, csak a kép az most nem abban a szögben mutat. Na nézzük. Új-Zéland megvan. Debre. Ha megvan az Új-Zélandon belül rész, mert azért ez elég nagy így kiterjedtségében, ugyanoda? Megvan, de ugyanoda. Ez még jó lehet. Ha ugyanoda tippelnek, az még nagyon jó. Közel vannak. Ha nézzük, ki van közelebb, és mennyit számít itt most az 5,5-szeres szorzó. Megvan!
Megcsinálta Debre. Elég, ez bőven elég. Bőven elég, és megcsinálta Debre. Megcsinálta Debre. Első helyen tovább jut. És ott van. Elképesztő. A nagy favoritja a csoportnak, tényleg nagy favorit volt. És Topotik is nagyot küzdött, azért dicsérjük meg, de Debrével nem lehet bírni. NMPZ-ben nincs bírás vele. Az a no move-os végig amúgy, végig. Igen, itt most végig vezetett. No move, ma meg pont Topotik volt az, aki végig jó, és egyet elrontott. Egyet nagyon elrontott. Azért nem kell keseregnie szerintem Topotiknak, mert megvan neki szerintem a továbbjutás, csak nem közvetlenül, és ez azt jelenti, hogy akkor holnap biztosan láthattok magyar játékost. Nagyjából, hát ahogy láttuk a schedule-t, a menetrendet, ilyen 3 óra körül kezdődik majd a negyeddöntő, és ott is még mindig BU3-ak, és ott játszik a 4 csoport győztese, a knockout stage-ből bejutott 4 játékossal. Szóval majd holnap 3 órakor nyomjátok be Debre miatt, de maradjatok velünk, mert most lehet, hogy kiderül, hogy ki lesz majd Debre ellenfele a quarterfinals-be, a negyed döntőbe. Nézzük meg. Csoportot, nézzük meg. Nézzük meg, hogy hogy alakult végül az A csoportnak, illetve a B csoportnak is ez az 5 kör, amit le kellett játszani a játékosoknak, és így a végeredmény mi lett ebben a 2-6-osban. Az biztos, hogy Reanna lett az utolsó. Ő csak a move-ban volt igazán kiemelkedő. Viszont látod? Nyert egyet végül. És Topotik ott van. Kicsit... Alok amúgy, amilyen jól indított. Igen. Amúgy gyorsan végzett is. Itt vannak az eredmények. Anna végül megverte Sinát. Sinának is nézem, voltak jó meccsei, és voltak Alokot 2-0-ázta például Sina. De utána kikapott Zigzagtől, Reannától. Igazi körbeverés volt. Körbeverés volt rendesen. Debre volt a legstabilabb, ha lehet így fogalmazni, mert neki az első kör volt az, ahol Alok megverte őt, de utána a szerb játékos ennél vereség nem zökkentette ki a magyar gigacset gótot. Gratulálunk Debrének, tényleg innentől kezdve... Hát ma már vele nem. Megtett, amit megkövetelt a haza. És közben láthatjuk a B csoportot, de ez még szerintem nem valós, mert ott már látok a továbbjutást, szóval már biztos, hogy vannak továbbjutók, és Trabotta, illetve Consus már első 2 helyet bebiztosította. Lehet, hogy akkor még számít az, hogy a helyezéseknél hogy alakul az 5., de ott is már megvan nagyjából így a végeredmény. És akkor innentől kezdve nincs más hátra, mint gyakorlatilag kicsit hátradőlni, és kiizgultuk magunkat Debre miatt, de jön a C és a D csoport, és ott is vannak olyan nevek, akiket azért érdemes majd figyelemmel követni, mert vagy egy a torna legnagyobb esélyesei, vagy ők lehetnek azok, akik tényleg majd ott lesznek, és megküzdhetnek majd Debrével a negyeddöntőben. CG, Wolf Tracker, Ananana, Mate Potato, illetve itt van a D csoporttal, ott van Blink és Jake Lyons, ugye ők a 2 nagy név ebben a csoportban. És Debre megint odaült, hallgassuk meg Debrét. If I speak, I'm going to say things that will get this stream banned on several platforms. Oh, is that a promise? Interesting. I am dead. I had the craziest games of my life. Yeah. Like, several of those matches, at least, I want to say 3, were, like, completely crazy. Like, I am just... Like, I'm gonna have the best sleep of my life today, you know what? You know that? Like, regardless of what happens. But what will you dream of? Yeah, I don't usually dream very much. No. And when I do, it's nonsensical. Do we have a trophy? Yeah. We have a trophy. I saw medals, but yeah, it's a trophy. Okay. So you could dream of that, maybe. Debra, thoughts on that New Zealand round? Yeah, well, I mean, honestly, I didn't like it. Like, I really wanted it to be, like, something where I'm, like, 100% going to win because, like, I needed, like, about, like, 450 points to, like, lose that much to actually lose. So if I got, like, anything, like, any easy Belgium, Netherlands, Denmark, any small country, I instantly win. So, like, New Zealand is terrible for that because, like, New Zealand is one of those countries where, like, it can easily be, like, the opposite end of the country, and you're never going to be completely sure that you're not going to lose, like, all your points. Because there's very little, like, very few tangible things that you can, like, latch onto that'll, like, tell you, like, which part of the country you're in. But, yeah, I mean, it just felt kind of north. I guess north, I was like, okay, like, at this point, like, I don't really care what happens. I'm just going to go with my gut, and it happened to be correct. Yeah, I mean, There was so much to talk about, and I think I'm forgetting about most of it because there's just, like, so much. What about the Russia in game 2 when you, like, committed east of the lake and you seemed like you were pretty happy about that guess? The one in the Buryatia? Sure. Yeah, I can, like, in west of Ulan-Ude. Yeah, that one, sure.
The one you went on. There were mountains. I don't know. I kind of thought like maybe Topodic is not going to see the mountains. Maybe did the casters not see the mountains? Did nobody see the mountains? Did I imagine the mountains? There were mountains. I don't think there were mountains. There were mountains, and there are no mountains in the forest fire coverage up in the Sakhar Republic, I'm sorry to say. So that was like an instant Buryatia. It had to be. There was no other option. All right. Yeah. Ooh, well, big comeback, especially against that round four drop to Topodic in the first one. Any thoughts on that when that happened? Oh my god, yeah, because I just like instantly, the way my brain worked is that like I saw there was like, I saw like one thing in that entire round, and that was the, was just like one like, sort of like advert or something, and it said like some kind of address. It's like, Ciudad, and I assumed it would be Buenos Aires, because like it's like City of Buenos Aires, it's like the one place in Argentina where you have to say that it's a city. But that's actually true, because that's not actually true, because like half the provinces are named after the capital city, so that's like a stupid. Anyway, it's just like I was just like having a lot of thoughts, most of them were stupid, and like I just instantly went capital, because I'm like mentally I'm like still at a point where like, in you know, normally in any game that is not the World Cup, like multipliers start like much later in the game, so it's still like a headspace like, where like there's no way I lose here, I'm just gonna go capital and I'm gonna be fine. And like I was so shocked to see that it's like, you know, and it's like exactly like 6,005 points, and it's like just to rub the salt in the wound, and it's like I'm like okay, like yeah, like sure, but like I did feel like I was going to win at that point, because like the like amount of like insane comebacks I had, I feel like this was like, you know, the divine calling for me to have like an even more insane one. The one thing, and in fact, I was more scared than anything in that last game where I was like very clearly leading and very dominant, because I felt like there were so many games, basically like four games in a row or something, where like I won after being down a lot and like just like suffering a lot and like coming back from insane positions. And I felt like this was like the reverse, where like I'm gonna start out really dominant, I'm gonna start out just like guessing everything correctly, like completely winning, and then like there's just gonna be one round that like completely destroys me. And thankfully that did not come to be. Oh, you got the protagonist curse. Doomed to come back from behind every time, and fortunate to come up here with a big personality, lots of great answers. Appreciate your insight, and we hope to see more from you, of course, as you continue in the competition. Mm-hmm. Speaking of continuing the competition, gentlemen, we have got to vacate this space because we've got to get... Meghallgattuk ismételten Debrét, aki továbbra is most élete legnehezebb meccsét és legjobb meccsét játszotta egyszerre. Yeah. Szóval ez egy óriási relief volt neki, hogy ott vissza tudott jönni a szériába, és onnantól kezdve viszont már ő tudta dominálni az NMPZ-t. Az, hogy Buenos Aires-e mellé lőtt, oké, félreértett dolgokat, mert nem volt igazán, szerint meg volt bizonyosodva róla, hogy az akkor ott kell, hogy legyen a fővárosba, de nem ott volt. És akkor ebből ő is tanult természetesen. De ennek ellenére én úgy gondolom, hogy Debre maximálisan jó teljesítmény nyújtott végig ebben a csoportkörben. Az, hogy kikapott az elején, az benne van. Láttuk, hogy az első kör nem számított. Alok még úgy tűnt, hogy ő lesz majd a nagy sztár. De itt a NMPZ-t azt végig tudta hozni. Ráadásul úgy, hogy mondta is, hogy ez az Új-Zéland, ez nem a legjobb volt itt a végére. Mondta, ez volt egy olyan hely, ahol veszthetett volna. Igen, mert hogy a teljesen ellentétét is lehet látni az országnak a délen, meg északon gyakorlatilag nem változik annyit a különbség, és lehetett volna déli. De ő mind a kettőnél a tippeltek, és bízott abban, hogy tényleg, hogy kis ország lesz, mert akkor már tudja, hogy nyerni fog, egy ilyen Dánia vagy valami hasonló. Végül ez nem jött neki össze, de így is behúzta az alcsoport, és akkor még egyszer holnap a negyeddöntőkben találkoztattok vele, majd 3 óra magasságában kell becsatlakozni szombaton. És akkor ott van a második csoportunk, ami befejeződött gyakorlatilag, és akkor az úgy tűnik, hogy végeredmény, a Consus megverte Travotát, ő is akkor Gelotris lett a harmadik. Igen, a török játékos, aki nagyon ismeri Törökországot, továbbjutott, és akkor ott van még Travota, a szingapúri, jó, a szingapúr zászló szerintem, és Consus szintén Hollandiából. Jól néznek ki ezek a csoportok, amit megnézed, 4-3-3, 4-3-3, stabil az első, 3 helyezett, az nagyon-nagyon stabil. És akkor most megyünk tovább a B streamre és az A streamre, majd váltogatunk értelemszerűen, hogy mit nézünk. De itt igazából nincsen olyan nagy, számunkra nagy név, akit követni kéne. Juppát szokták mondani, hogy őt érdemes, illetve ott van még Blink és Jake Lyons. Szóval rögtön az első körben, ha mondjuk Blink és Jake Lyons mérkőzés lesz, akkor azt mindenképp adjuk majd nektek. Mi most eltűnünk egy kis időre, köszönjük szépen tényleg, aki Debre miatt volt itt, hogy itt volt, aki még nem Debre miatt volt itt, hanem a Geogesszer miatt is, az meg maradjon itt velünk, mert itt leszünk még éjszakában nyúlóan, vagy estében nyúlóan. Mi most eltűnünk egy kis időre, és akkor nagyjából egy negyed óra múlva jövünk vissza.
Hatalmas nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit itt a 2023-as GeoGuessr világbajnokság utolsó, egyben második napján. Mi ugyan nem Stockholmban vagyunk, hanem itt szerint kis hazánkban Budapesten, mellettem pedig Conti, ahogy tegnap is már megszokhattátok. Sziasztok. Itt a képernyőn, illetve Loemi Fát lecseréltük. Itt láttam a cseten, ezt valaki zokon vette, Berci, erről majd beszélgetünk később. Na de most forduljunk arra, hogy mi történt itt a tegnapi nap folyamán, mi történt itt ma, vagy mi fog itt ma történni. Szerintem a legfontosabb, és amiért itt mindannyian itt vagyunk, az az, hogy Debre ugye tovább jutott első helyen, és hát ő lesz az első mérkőzésen a főszereplő, úgyhogy reméljük mindenki eljött, és itt fog szurkolni neki, de mindjárt meg is nézzük, hogy mi történt tegnap ezen kívül. Oh my goodness. It was Brazil. Oh, it's Brazil. Inlock. Oh my god, and Inlock's on it. That's massive damage. That's AK. And that's a win here. Wait, everybody at home. But also, I think that's you the know, situation. You really I haven't, find out I haven't you got any confirmation moment. Yet, but I do think that'd be really awkward. That's where we're well, super awkward, yeah, because the way you said it, Paula, it sounded like you got some information. But it was a good narrative, right? It was maybe like, let's see. They're on the same road. There will be damage taken. 5 seconds. Oh my god, three, time's ticking down. Two. He's gonna lock it in. One. Triple. Wait, he's 5'8". What? If it's near the lake and Debra's right, it is. Oh my god! And he's flabbergasted. There's no way. Nézzük azonban, hogy milyen lebonyolítás van itt előttünk a képernyőn. Mi történt tegnap, Conti? Ugye a legfontosabb azt tudni, hogy ugye szintén a most itt a negyed döntőben ugyanaz a formátum lesz, mint ugye tegnap, ugye a legjobb három fordulóból. Még mindig az első körben a moving és mondjuk úgy, hogy a mozgás, a közelítés és a zoomolást is lehet majd használni. A második módban ugye már csak zoomolni és forogni lehet. És a legutolsó módon pedig szinte semmit, gyakorlatilag csak egy kivetített képet fognak tudni a versenyzők nézni. Ugye ez annyiban lesz változás a tegnaphoz képest, hogyha már majd az elődöntőbe érkezünk, akkor ugye ott már a legjobb 5 mérkőzést fogjuk nézni, és ott ugye ebből nem 3 lesz, hanem 5 kör. És ugye láthatjuk most már díjazást is. Ami nem kevés egyébként, mert összesen több mint 50 ezer dollár az, ami plusz az élmény a filmforgatáson, ami kiosztásra kerül a 8 legjobb játékos között. Hát azzal már, hogy Debre itt van, már pénzzel fog hazajönni. Az biztos. De én úgy tudom, hogyha jól láttuk a tegnapi napon, ugye a minden csoportkörben nyert mérkőzés után is volt egy kis bónusz, 200 dollár, úgyhogy ha jól számoltuk a Ploéval, akkor igazából senki nem ment haza pénz nélkül. Így van. Illetve láthatjátok közben, hogy még csoportból ki az, aki kijutott, és itt van az esti még kieséses szakasz is, ami lezajlott, szintén Best of 3-as összecsapásokban. A jobb oldalon pedig látható, hogy Debre a kanadai Fungus ellen fog kezdeni. És már is kitekintünk majd egy picit a helyszínre is, hiszen ott is azért már vannak érdekes történések. Itt még látható a mai menetrend, amit már az előbb is egy pillanatra megtekinthettünk. BO3, majd BO5, és a döntő is BO5 lesz. Természetesen mindenki szurkoljon Debrének, mert ezt... Hát reméljük, hogy minimum a döntőt. Én ezt szeretném, de remélhetőleg az első helyet is. És elvileg ott a stúdióban, az arénában már nagyon sokan vannak. Igen, ugye tegnap nem annyira láttuk nézőket, vagy nem annyira láttunk sok-sok nézőt, viszont ugye teltházas az esemény, és minden jegy elkelt Stockholmban kint ezen a két napra. És már is nézzük itt a kinti adást. All right, give it up for our first two competitors, Debre and Fungus! Thank you.
gentlemen, first things first, how does it feel to walk in front of this crowd? Debra, you? Good. Simple and sweet. Fungus? Oh, there's so many people. It's so great to see everybody. Yeah. Wicked. Are either of you feeling any nerves? Debra, you've been like a menace to the camera, so I imagine you're feeling quite confident still? Yes. Okay, Fungus, what about yourself? Yeah, I'm somewhat confident, somewhat nervous. A bit of both. All right, well, I wish you both the best of luck. Is there anything you'd like to say before you step into the arena? No. All right, man, a few words. Fungus? No. Everybody in this room, before they step into that server, one last time, make some noise! Debra elég szűkszavú volt egyébként, de itt az elmúlt hetekben ugye mi már készítettünk vele interjút, illetve minden egyebet is. Most először láttam mosolyogni. Igen. Úgy érzem, hogy itt sokkal magabiztosabb. Sőt, egyre magabiztosabb volt a tegnaphoz viszonyítva is. Lássuk, a meccsbe is ilyen magabiztos lesz a rend. Meg is érkeztünk közben az első képernyőre, kedves nézőink. Itt van előttünk a kis szeker bal oldalt, és hát a nézői hang, az ovuláció a helyszínről egyszerűen idáig hallatszik Budapestig, egészen Stockholmból. Hol lehetünk? Hát ezt majd remélhetőleg Debre megmondja egyből. De ugye itt az első körben még mindenképpen tudnak majd mozogni, amit el is kezdenek egyből. Figyeld, Debre már keresi. Igen, igen. Már ez egyébként ugye tegnapról legalábbis visszagondolva, én úgy emlékszem, hogy leszűrhettük, hogy Debre az, aki sokkal gyorsabban itt a movingba is, ahol lehet mozogni, forogni és zoomolni is, az, aki sokkal gyorsabban tippelt, még azok ellen a játékosok ellen is, akik inkább ebben a movingban a gyorsak, és ugye mindketten nagyon szépen eltalálták Belgiumot, de szerencsére Debre egy kicsit jobb volt itt már most. Reméljük, hogy a kövekörökben is közelebb fog tudni tippelni. Érdekes volt egyébként a taktika, hogy Debre a talajt, illetve a környezetet nézte, míg ugye a ellenfele táblákat kezdett el rögtön kutatni. Na hát itt nem valószínű, hogy olyan hamar fogunk táblát találni. Én úgy érzem egyébként, hogy az első képből már nagyjából le tudják szűrni egy bizonyos régióra azt, hogy hova kerültek, de mindenképpen pontosítani akarnak. Második kör, avagy másfélszeres sebzés. Debre maga biztosan tekint a monitorjára. Igen, és egyébként Debre volt az, aki tegnap a movingba volt egy-két játékos, aki tényleg a movingnak a specialistája, és ők nagyon gyorsan, nagyon sokat mozogtak, de rajta sokkal inkább az lehető ki, hogy egy-két jelet próbál pontosítani, és az alapján gyorsan tippelni, és ezzel egy olyan tempót adni ennek a játéknak, ami arra kényszeríti talán a másik játékost, hogy neki is vagy kapkodnia kell, vagy pedig ezekből a gyors jelekből megalapítani, hogy hol van. És eddig jól láthatjuk azt, hogy tényleg ő az, aki irányítja a játékot, és remélhetőleg a tippek is jó helyen vannak. Így van, ugye fordult megint 2-3-at, talált épületet, táblát, és megpróbáltam beazonosítani. 4,6 km és 844 méter. Igen, igen. Szerencsére itt még az első pár körben ugye a szorzó tekintetében ezek annyira nem veszélyesek, de mindenképpen minél pontosabban kell majd a következő körökben, de szerintem én úgy érzem, hogy nem lesz itt gond. Nem lesz itt gond. Amíg tudja ezt tartani Debre legalábbis, hogy megtalálja ezeket a helyeket, de nem tökéletesen, de pár kilométeren belül tud maradni, addig nagyon jó lesz ez. Érdekes egyébként, mert látod, az előbb is mind a ketten maga biztosan megtalálták a helyet. Tudták azt megint az alapján, hogy próbálnak tájékozódni, Debre megint a tájból, míg ellenfele fungusz megint mozgás alapon. De mind a ketten precízen eltalálták, hogy hol vannak, és elég szűk helyeken belül, hiszen most már azért a legjobb 8-ról beszélgetünk, de közben visszaugrott, hogy elinduljon a másik irányba is. Lehet, hogy arra hamarabb talál valamilyen tényezőt, ami alapján be tudja tájolni, hogy hol van, az ott egy kukoricamező volt. Hoppá! Na, az olyan igen. Pici volt az a betű. Most már értem, mire gondoltál. Igen, nagyítani kell itt nekünk is, de ha jól láttam, az talán valami németes felirat, igen. Belgium inkább, a Strasz. Jobban fungusz képernyőjén, ha jobban látod egy picivel. Igen, igen. A kérdés az, hogy pontosan hol lehetünk kétszeres sebzés mellett a magyar is. Akkor... Debre már tippelt, és fungusz pedig ott Brüsszel fölött próbálja belőni a pontosítást. Nagyon szép. Szerencsére itt is. Igen, egyébként az nagyon érződik, hogy itt már a legjobb nyolcban, itt tényleg, hogyha valaki országot téveszt, akkor óriási pontveszteség van, de nem nagyon láttunk ilyet.
a következő helyszínen meg talán ez még kevésbé lehet majd. Főleg az ilyen kisebb országoknál, és ezt többnyire Európában észleltük azt, hogy ott egyrészt mi amúgy nagyon erősek vagyunk, már legalábbis Debre, és hogy ott nehéz nagyot tévedni. Igen, aki esetleg nem tudná, hogy miért fontos a gyorsaság, alapból egy percig van a játékosoknak megvizsgálni a környezetet, a térképet és tippelni egyet, majd onnantól az ellenfelük 15 másodpercet kap még szintén véglegesíteni a válaszát, amennyiben ezt nem teszi meg, úgy tegnap láthattunk már egy-két ilyen esetet, nulla pont jár az ellenfélnek, itt ez pedig már nem engedhető meg egyáltalán. Na, ez egy jó kérdés, hogy milyen plakát. Én a nyelvet azt valószínűleg mind a ketten ki tudták szűrni. Szerintem itt a movingba, főleg itt mindenki nagyon pontos akar lenni. Már amennyire lehetséges. Ha csak nem valami olyan tájon vagyunk, ahol nehezebb bele menni a pontosításba. Szerintem ott lesznek inkább gyorsabbak a tippeléssel. Vonjuk be egy kicsit közben a nézőket is, ugyanis látjuk azt is, hogy mit írtok közben a chatre is. Illetve azt ugyanúgy tudjuk érzékelni és reagálni is rá. Miközben azért itt már egy elég nagyobb tévedés volt a másik oldalt, és pontosabban a nálunk. Igen. Azt mondom, hogy még inkább itt a movingnál jöjjenek elő ezek a dolgok, mert ugye Debre sokkal inkább ő is a saját elmondása szerint is inkább egy no-move-os játékos, tehát sokkal jobban előtérbe helyezi a no-move-ot és a MPZ-t. Ugye a csoportkörből 4 győzelemmel jutott ki. Elég. Igen, egyébként Fungusz, hogy ilyen szempontból nagy meglepetés szerintem az ő csoportjában. Ráadásul ő, mint az interjújából is kiderült, ő nagyon örült már csak annak is, hogyha a második napra tovább jut. Igen, Fungusz. És egyébként a csoportjában a többiek is úgy voltak ezzel, hogy nagyon erős a csoport, és mindenki nagyon örült volna, hogy csak a második napra el tud jutni. Úgyhogy ilyen szempontból Fungusz szerintem egy nagy meglepetés a csoportjának. És sajnos ez most megint egy nagyobb veszteség életerőből, de nincsen veszve még semmi. Tegnap azért láttunk olyan fordítást is, hogy 200 életerőről. Igen. Hát ugye itt a nagyobb szorzóknál, ugye, hogyha véletlen egy olyat kapunk, véletlen reméljük, hogy ez most itt elő is fog jönni, ahol sokkal pontosabbak tudunk lenni, akkor remélhetőleg ez akár egy fordítás is lehet, akár egy fordított kiütés. Táblát mind a ketten észrevették, és el is indultak rögtön további tereptárgyakat, vagy valamit keresni, ami és alapján meg tudják határozni. Fungusz az, aki már nézi a térképen ott Dél-Amerikát. Most Fungusz próbál az idővel játszani és koordinálni, illetve kontrollálni az egész versenyt. Egyébként ő róla egyéb, azon kívül, hogy Kanadában nagyon-nagyon erős, sokkal több mindent nem tudtunk meg Debrétől. Elvileg vicces. Vicces, hát azt mindenképpen láttuk. Mind a kettőről egyébként, hogy nagyon jól tudnak humorizálni, a kamerával legalábbis. Igen. Remélhetőleg, ha Fungusz nem talál további tereptárgyat, akkor... Igen, ahogy nézem, Debre is ott most megtalálta Dél-Amerikát, és nagyjából hasonló. Igen. Hasonló távolságra vannak. És megint az a megint pici. Egy kicsivel, igen. Csak az a pici most már 3,5-szeres szorzónál nem annyira pici. Jó, hát ebben a fordulóban most kell itt összekapni a maradék tudást, de akkor sincs semmi veszve, hogyha a movingot azt elveszítjük, de remélhetőleg azért itt még lehet, hogy egy kicsit itt be kell melegedni. Figyelj, ha engem ebben az erdőben kiraknál, nem tudnám, hogy hol vagyok. Te én sem. Nálunk ez úgy néz neki, hogy egy jó pár percig itt mennénk előre, amíg nem találunk egy táblát, vagy valamit, és abból hátha legalább a kontinens belőjük. Igen, amikor már mind a ketten megtippelték, akkor látják egymás eredményét, hogy ki hova tippelt. Nyilván azért ez is egy picit motiváló is lehet egyben, hogyha azt látod, hogy csak egy picivel maradtál le a dolgokról. Igen, egyébként nagyon-nagyon nagy tévesztések nem voltak, mármint az ország az mindenképpen meglett minden alkalommal, hogyha jól láttam. Igen. Az országon belül ugye volt már itt nagy kilométer különbség, és ugye ez lehet az, ami miatt most jelen pillanatban így állunk. Megérkezett az első kontinens szóvicc.
bocsánat rá mára is. De várjuk a többit is. Az a baj, hogy én kaptam már egy feladatot. Most egy nagyon pici off-topic, amíg Debre 755 életerőre redukálja magát. Kaptam egy olyan feladatot már, hogy ötször el kell sütnöm a kontinens szóviccet. Jó, jó. Lesz rá idő. Lesz, mindenképpen. Nyolcadik forduló a 10-ből, 4,5-szeres sebzés. Itt egy jó találat Debrétől már elég sokat csökkentett fungusza. Itt most konkrétan a fordítás is bőven lehetséges, vagy folytott kiütés is inkább azt mondom, de ugye nyilván itt már egy kis kilométer, kis kilométer tévesztés is, viszont a betűk. Fordító is végleges lett számunkra. És már is a betűk azok, amik segítenek ugye a táblákon, illetve a különböző... Ilyen esetben szerintem itt mind a ketten tudják, hogy hol vannak, sőt, általában az első képről is tudják, de hogy nagyjából az országon belül is tudják, hogy hol vannak. Ilyenkor általában az szokott lenni, keresik a várost. Hogy igen, egyrészt az, hogy a várost keresik, másrészt pedig az, hogy ha a várost nem tudják belőni, akkor ugye az országon belül is, hogy éppen most ez a déli része, vagy egy bizonyos régió, amit ki tudnak szűrni az aktuális építészetből, vagy használnak ki valami olyan táblát, ami arra az adott régióra jellemző abban az országban. Illetve ugye a domborzat, ami nagyon sokat számít, hiszen igen, hogyha van-e valami olyan jellegzetes hegység, domborzat. 6 kilométer. De ez még most pont még mindig benn vagyunk, és még mindig van két kör fordítani is akár. Ez még mindig ebben tartja a movingos körünket. És ez egyébként még mindig Debrének a leggyöngébb fordulója a BO3-ban, ugye a moving. Ne felejtsük el egyébként, hogy már így is. Tegnapi nap folyamán volt, amikor Renna ellen fordított. Igen, és ott, hogyha ott tudom, hogy jól emlékszem, akkor ott is szintén a moving volt, ami a gyöngébb volt. Szokták mondani, hogy a szomszéd fűje mindig zöldebb. Hát ez szerintem az a példa, vagy ezt erről a képről mintázták. Ötszörös sebzés, 9. kör. Mind a ketten rögtön a táblákat keresik és látják is azokat. És jöhetnek az épületek, de erről pedig már tájszerűen keresi, hogy pontosan hol van, hogy pontosabban hol van. Jött Anglia északi részét nézte meg. Mehet egy pici mozgás a pontosabb tájolás érdekében. Igen, az a baj, hogy ezek most nem feltétlenül azok a körök, ahol talán ki tudná végezni funguszt. Ez pont egy jellegzetesebb kezdés volt szerintem, ahol egyből táblát látnak, egyből látják a környezetüket. És nem, még ez sem volt elég közel. És még ez sem elég, úgyhogy még mindig van egy körünk az utolsó körben, esetleg fordítani. Hát reméljük, hogy egy olyan kezdés lesz, ami minden nagyobb a lehetőség a tévesztésre. Ugye ezt mondtuk, hogy ez ilyen európai országokban, viszonylag kisebb országokban, vagy amit könnyebb megállapítani az első képből belőni, hogy az országban hol vannak, ott kevesebb az esély a tévesztésre. Itt mondjuk már egy kisebb tévesztés is nagyon nagy pontveszteség, de itt nekünk egy jó nagy... Figyelj, Debrét rögtön az ország fele megy, tehát már rögtön keresi, hogy hol. Igen, szerintem itt úgy volt, hogy azonnal tippelni kell utolsó kör, hogyha sikerül betalálni, akkor sikerül, ha nem, akkor meg ugye az első kör elment. Így van, de már le is rakta, tehát még 3 másodperc maradt fungusznak, hogy tippeljen egyet, talán itt az idő lehet tényleg az, ami segíthet Debrének. 35, de nem. Mindketten nagyon közel voltak. 4 kilométer, nem hiszem el. Jó, hát ez szép. Reméltük, hogy ezt is be tudja húzni Debre, de számítottunk rá, hogy ez az a leggyengébb forduló. De reméljük, hogy innen mindenképpen tudunk fordítani, és úgyhogy cseten is jön egy kis szurkolás Debrének, most én úgy érzem. De ettől függetlenül még így is szoros volt. Igen, hát, igen, nagyon jól tartotta egyébként végig magát. Tehát az országok is megvoltak, így van. Csak egy picit távolabb volt. Nem ment mind a 10 forduló, láttuk a legnagyobb sebzéseket is, és mégis végig a sarkában volt fungusznak. Nem volt olyan, hogy mondjam. De egyébként fungusz nagyon jó. Én azt mondom, hogy fungusz is nagyon jól tartotta magát, mert Debre volt az, aki végig próbált irányítani, ő kezdte meg a tippeket, de ezt a 15 másodpercet, ami még neki hátra volt ugye az ellenfél tippje után, ezt jól ki tudta használni, hogy egy kicsit pontosabb legyen. Látható a képernyő, hogy fungusznak nem volt 5000-es teli találata, viszont 51%-át a fordulóknak általában megnyeri, de visszatérve egy gondolatra, nem volt kontinens tévedés. Már csak 4. Reméljük, nálunk nem is lesz. No, Debrénél viszont egyébként volt 4 darab 5000-es pontszám is, 55% győzelmi arányra rendelkezik jelenleg, és 66 fordulót eddig megnyert a 120-ból. Tehát összességében bármilyen statisztikát nézünk, Debre még mindig jobb.
csatán közben mehet Debre buzdítása, ne fogjátok vissza magatokat, ugyanis ő az egyetlen magyar játékos ezen a tornán, és ő is mind meghívott érkezett erre, tehát neki már kvalifikálnia sem kellett magát, mint néhány játékosnak. Igen, és itt a következő körben érheti ki magát jobban, igazán jobban, ahol most már ugye nem lehet mozogni, csak forogni és zoomolni, de neki ez inkább az ő stílusa, az ő stílusát erősíti. Érkezik a második kör. BO3-ról beszélgetünk, így még bőven van lehetőség visszahozni, itt az első térkép, és akkor most jön a következő mód, ahol már nem mozognak. Pontosabban nem mozoghatnak. Igen, csak foroghatnak és zoomolhatnak, de látjuk, hogy egyébként ez is talán számukra egy jellegzetesebb kezdés, tehát nem a semmi közepén vagyunk. Vannak itt épületek, egy kuka, villanypózna, igen, ott a távolban egy autót is látnak, igen. Tetszik a kis muzsika. Igen, Loe már ezt. Csak szerint Ausztráliában vagyunk. Hiányolta. Bármelyik Ausztrália egy picit nagy, ehhez a tippet. Ha jól tudom, ott egyébként ugye a part környékén szokták belőni ezeket a ausztrálok, ugye ott a sivatagi rész, ott a közepe eléggé kietlen, lakatlan, sőt nem is tudom, hogy ott van-e bármilyen kezdőpont ugye onnan. Csak azt kell ugye eldönteni, hogy szerintem régiókra szokták felosztani, hogy ugye a keleti part, annak is az északi része, ott vagy a déli része. Még 10 másodperc. Ugye, teljesen inkább a nyugati part. Letenni az első tippet. Akárhova is, egyelőre. Szerintem mind a ketten. Hát, na, egyik vége, másik vége. Ez kicsit bizonytalanabb, nagyon a nyugati oldalt van, Debre pedig nagyon a keleti oldalt van, és... Hol van? És nagyon nézzük. Azt a mindenit. Nálunk ez mikroszkopikus méretű, de jól láttuk, akkor Debre volt sokkal közelebb, ugye a keleti oldalt voltunk inkább, nagyon közel volt, és ez az első körben már egy hatalmas előny. Egyszerre sebzéssel. Tehát, hogy... Nagyon jó. Ha ez itt történik Még egy ilyet. Igen, ha ez itt történik meg a másfélszeresben, akkor Fungus kikap. Bármint, hogy ebben igen. A körben persze. És itt jól láthatjuk, hogy most egy olyan országban voltunk, ami mind a ketten tudták az országot, de hogy a régiót tévesztette el Fungus, és hogy egy nagyobb országban, ahol könnyebb téveszteni, ott inkább lehet egy ilyet húzni. Ugye a movingnál nem nagyon volt ilyen. Nem. Hát mondhatni várt neki egy noszkópot. Hát mondhatjuk is, igen. Mi nem is nagyon láttuk ugye ebből a távolságból. Elvileg Indiában vagyunk. Mit gondolsz? Van esélye? Számomra ez ebből a képből helytálló lehet. De hogy Indiát nagyon nehezen szokták belőni ugye az országon belül, hogy melyik része. Szintén ugye a földrajzi adottsága, hogy nem pici. Igen. Itt is elég egy partot téveszteni, vagy egy oldalt téveszteni, és nagyon könnyen elrepülhet akár az 1600 pont is. Fungus egy picit, mintha aggódna, de ő pedig már úgy közelít, hogy már szemével fog rá verni mindjárt a megerősítem. Én úgy érzem, hogy Debre most fog beindulni jobban. Ezek az ő körei, itt most már nem lehet mozogni, sokkal otthonosabban érzi magát. Itt is úgy érzem, hogy ő irányít, és már ő is indította meg az első tippet. 6 másodperc maradt Fungusnak, hogy... És ott ő kicsit Debre, kicsit oda északrabra, Fungus pedig ott az indiai felirat fölé tippelt. Nem jó. Most Fungus volt kicsit közelebb, de ugye ezek ilyen... Hát ugye Indiában ez most egy 100 kilométer volt, de ez hasonlóan közel voltak. Lehetett volna nagyobb is, igen. No, egy európai mezőnyben vagyunk. Én rámondanám, de... Én ismertem, hogy általában Nyíregyháza és Budapest között vonattal jössz felfele, ott hasonlóan lepusztult a környezet. Lehet egyébként, tennap volt 3 Magyarország is. Elérkeztünk a kétszeres sebzéshez. A harmadik kör. Igen, és itt ugye még mindig mondhatjuk, hogy nem tudnak mozogni, és Debra nagyon, nagyon pontosan már egyben Európa közepét nézze, de szerintem Fungus is tudni fog ezt. Nagyjából. Forrodnak még egyet, és még egyet. De még utolsó finomítás. Utolsó előtti. Én lettem volna ilyen jó földrajzban. És
még egy finomítás, de Fungus is próbál még egyszer rá közelíteni, még egyet fordulni, biztos szerintem, hogy ki fogja használni az utolsó pillanatot, még ebből a 15 másodpercből is, miután Debre tippelt. Debre véglegesítette közben a választását, és gondolkozik, hogy jó helyre rakta el. Viszont Fungusnak még van 3 másodperc, hogy leszúrja azt a pint. Nagyon-nagyon nagy különbség van itt most, és nagyon közel voltunk, úgy is van. Ott a második kör, 1-1. Hát, és innentől Fungusnak már csak nehezebb lesz, mert már forog is azon. Én is így érzem, és ott is vagyunk, Debre. Igen, Fungus érezhető volt, hogy csak beszúrtak, tehát hogy nem nagyon volt ötlet. Tényleg végig forgódott, és úgy érezte, hogy most ki kell várni, meg kell várni a másiknak a tipjét, és majd az alapján a végén eldönti, hogy hova rakja, de teljesen bizonytalan volt az utolsó pillanatig. Egy-egy az állás, ez pedig azt jelenti, hogy a mindent eldöntő harmadik körre kell mennünk a Bio3-as szériában, ahhoz, hogy kiderüljön, hogy a mi fiunk Debre, vagy pedig a kanadai Fungus fog tovább jutni. Bármelyikük is jut tovább, ellenfelük pedig vagy Len Lee, vagy pedig Konzusz lesz majd. Az következő mérkőzés. Következő mérkőzés lesz, így igaz. Később a nap folyamán, amíg itt várunk, addig egy picit előre szaladok, érkezik majd Rabu és Trabota, illetve Blinky és Galotris. A felkiáltójel brekét alatt találtok egyébként ágrajzot. Muszáj higgadtnak maradni egyébként. Bármennyire is nehéz, és bármennyire is ilyenkor, azért a koncentráció nagyon sokat számít. Én úgy érzem, hogy Debre egyébként itt azul el igazán. Fókuszáltam egyébként, igen, mert ugye, amit te is említettél, ő ebben jobb. Igen. No, ez nagymamám kertjéhez hasonlít, de ez biztos nem az. Harmadik kör, ugye itt már se mozogni, se zoomolni, se forogni nem lehet. Majd lehet, hogy itt az Observer néha itt megmutatja nekünk, hogy igazából hogy néz ki a környezet, de ők, legalább a játékosok legalábbis csak ezt az egyetlen képet fogják látni, és az alapján kell megmondaniuk, hogy hol is vannak. Lehet-e szerinted ez... Nézd meg Debrét, tehát, hogy már megy Bulgáriára. Én lehet, hogy ők... Megjött Fungus is. Látták Jézusom. Ezt a valamilyen jellegzetes Bulgáriára jellemző dolgot, amit mit nem tudtunk ennyi idő alatt kiszűrni. De igen, igen. Itt ezt most gyorsan előtték. Igen, az a fa az nagyon bulgáriai volt. Igen, igen. Bocsánat, próbálom nem elkacogni magam ilyenkor, de egyszerűen zseniális, amit leművelnek, amilyen memóriájuk van. Maga a tény, hogy Debre is már 6 éve játszik a játékkal, és több mint 1 millió képet látott a gyakorlások során, most pedig 10 másodperc alatt képes lesz szőrni. Szóval a Loénak is egyébként, hogyha látnánk, hogy ők hova néznek, ugye ez alatt a pár másodperc alatt, hogy mennyi különböző dolgot tudnak megfigyelni ilyen rövid idő alatt. Ez pont tényleg Olaszország, nekem is ez jutott eszembe, mert igen, olyan csizma alakúan kanyarodik az út. De azon belül is próbálják ezt is régióra leszűrni. Szóval nem mindegy, hogy hol van, azonban Fungus ezt most jobban érezte. De egyébként tényleg 6 éve játszik, most így egy gondolatra reflektálva. Ugye Debre most töltötte a 18. életévét nemrég, így hát 12-13 éves kora óta játszik a játékkal. Hűha! Na remélhetőleg ez lehet majd. Fungus már kacag. Fungusnak ötlete nincs, ha jól látom, de az remélhetőleg ő most egy kicsit bizonytalanabb. És hogyha Debre ezt le tudja szűrni országra, és azon belül egy kicsit pontosabb régióra, akkor úgy érzem, hogy most meg lehet fogni Fungus, nagyon fog vakarja a fejét, és nagyon fogja az arcát. Jól láttam, hogy ez megint Olaszország egyébként? Olaszország északi részére tippelt, de nagyjából Fungus is oda teszi a tipjét, úgyhogy itt... Már megint egy nagyon pici, 3 kilométer a különbség a tipjük között. Igen, és egyébként ő is rázta a fejét, hogy ez most bejött. Zseniális, amit leművelnek a srácok. Hát, na most, ez már az. Igen, szerintem most elég sok információja van az első pillanattól kezdve, hát amit látnak. Már olvasnak, tehát, hogy még a képernyő félig blőrözve van, igen. De ők már leolvasták az épületekről, hogy mi van amúgy rájuk írva. Igen, csak ez már az. Igen,
ha jól látom, ha országon belül hasonló helyre közelítettek, de itt még egyik is döntötte el, itt is azért érződik a bizonytalanság. De megint ami segíthet, az a hegy, illetve a domborzat. Mert így, hogy nem fordulhatnak meg, jó lenne látni, hogy mi van amúgy a másik oldalt. Igen, nagyjából azt szokták nézni, hogy melyik égtáj felé néznek, és akkor arról akár még a napsütésből is, vagy bármilyen jelből. Jézusom! Jelve. Ez most nem annyira jó nekünk, de nincs ebből még probléma. Hát az a 8 méter. Ez nagyon komoly volt, igen. Ez egy kicsit most fájt. De egyből is már a következő képre kell fókuszálni, nem lehet itt megállni egy pillanatra se. Nagyon gyors itt a tempó. Most kell viszont megnyugodni. Igen. Háromszoros sebzés, 5. kör a 10-ből. Bármelyik kör végzetes lehet, hogyha valaki téveszt. Kaptunk sebzést, nem is kicsit. Az a baj, az előzőben. Ugye Fungusnak van 5960, míg Debrének 3580 életereje. És most a háromszoros sebzésnél... Most Fungus volt gyorsabb a tippel, ez is nagyon ritkán fordult eddig elő. Látom, hogy hát, ha most Debre az, aki esetleg tud pontosítani jobban ez alatt a pár másodperc alatt, ami neki extrában megmaradt. Egy pici bizonytalanságot látni Fungusnak az arcán, ami hát nem jött be. De picit közelebb volt így is. De remélhetőleg itt a kövi körökre talán kapunk egy nekünk kedvező kezdést. Tudni kell, hogyha itt most bármelyikőjük kikap, az ki is esik. Igen, igen. Hát ő még... Úgyhogy mindenképpen a cseten is, és mindenhol, aki bárhol ezt látta, hallja, nézi, az előveheti a szurkolását Debrének, nagyon kell most ide. Jöhetnénk a pre-emótok a csetre nyugodtan közben, amíg nézzük itt a következő térkép részletet. És már egyébként mind a ketten elkezdtek közelíteni, és az első sejtések megvannak, Debre pedig már pinelt is egyet, Fungus pedig mosolyog, mert nem tudja, hogy Franciaország még kilométer kövéhez rakja pontosan azt a kis tűt. Viszont muszáj lerakni, és muszáj betippelni. Megint nem. Igen. Úgy az életerő. Hát kint vagyunk a semmi közepén, talán erre lehet ezt mondani. Igen, de itt is látják ugye az aszfaltot, ugye a festést. Az itt van ott egy tábla is, hogyha ki tudják azt valamennyire szűrni ebből a távolságból. Hát elvileg nem lehet zoomolni, csak ugye fizikai szemmel. Hunyorítással, egy kis hunyorítással közel hajolni ott a monitorhoz. Hát én nagyon bízom abban, hogy hát ez most Amerikának néz ki, és az Amerikán belül is ott a keleti részén valamelyik utat, mert a Fungus meg is találná azt az utat, legalábbis nagyon... Nagyon úgy tűnik. Nagyon nézi. És ha jól látom, Debre pedig nagyon nem azt nézi. Mármint, hogy lehet, hogy ő nézi ott, vagy még nem tudjuk, hogy ki nézi ott, de mintha teljesen más részt néznének a térképen. Még Fungus is szánta el magát a tippre, úgyhogy itt igazából bármi lehet, ő is kicsit elbizonytalanodott, most kijebb zoomol, távolít egy kicsit. Debre az, aki előbb tippel ismét. És Fungus, mint hogyha elbizonytalanodott volna az első közelítés után. Szorít az idő, még kettő. Nem igazán tudja eldönteni, hogy ott hagyja, áttegye, de végül ott hagyta. Ez és már nagyon fájdalmas. Így is közelebb van, és sajnos. Fungus ezt most elvitte. Hát ez te. Most fejben matekoztam még egyet, de ezt elvitte. Én sem tudtam mit mondani, de ez most egy kicsit hideg zuhanyként ért. Főleg, hogy Debre azért próbált dominálni. És amúgy most sem volt távol a tipje, és az egészen a végéig úgy tűnt, hogy a Fungus átrakná, vagy legalábbis várna az, hogy átrakja, ne rakját, de végül ott hagyta, és annyival közelebb volt itt már a 4-es szorzóval, hogy ez pont elég volt arra, hogy elvigye. A képernyőn pedig egy pillanatra Launders és Rainbolt volt látható. Ugye Rainbolt jelenleg top 600-ban van benne, mint világszintű játékos. Hát Debre pedig így az 5. kötője, 8. helyen búcsúzik a világbajnokságtól. Jó, én azt mondom, hogy azért nem kell ezért busulni. Kell egy picit, tehát azért egy kicsit egy néma csenddel. A tegnap, igen, egy perc néma csendet azt mindenképp fogunk mi tartani itt is a két meccs között, de nyilván ez a top 8 is egy fantasztikus teljesítmény.
A tegnapi után azért én nagyon bizakodó voltam, mert az fantasztikus volt nézni, hogy milyen jól szerepelt. És egyébként így se szerepelt rosszul, Debre egyáltalán. Én azt mondanám, hogy itt nagyon kicsi múlott. Még hogyha úgy is tűnt, hogy minden körben kaptunk sebzést, de tényleg sok kicsi sokra megy egyébként, az igazság. És hát innen is látszik, hogy mennyire is izgalmas az, hogy mennyire pörgősek ezek a körek. Nézzünk meg azonban egy helyszíni interjút, és még utána visszajövünk hozzátok. The master of mushrooms, he's among us. Give it up for Fungus! Before we chat more with you, Fungus, Debray, commiserations. What are your thoughts on how that match went? I don't have any thoughts, just unlucky. Yeah. Well, would love to see... I didn't know. Sorry? There's a bunch of rounds that I didn't know. No. I mean, is what it is. Is what it is. How's the experience overall been for you, though? Good. A man of few words. Give it up for Debray! All right, Fungus, huge congratulations, mate. You've made it to the semifinals. How does that sound? Oh, it's incredible. I didn't think I'd be making it this far, and I'm really excited for the semifinals. Let's do a quick breakdown of the match against Debray. The first round went very well. You had a lead that you kept the whole way in the moving. What's your perspective on how that went, and why did it go so well? Oh, I was making really good region guesses in the moving. I found some important signs, but I was looking a lot at the architecture and moving to find those. I think just made good guesses off of that, I guess. Yeah. Then when we went into the no move, Debray came with a big uppercut. I can't imagine that felt too good. Yeah, no, I was very confused on that round. I was like, okay, is this Perth or is this Queensland? And chose the wrong one, but yeah, he kept the lead through the entire game and he beat me there square. Then you went on to take the NMPZ, crowning you our victor. What's the plan now before you head into the semi-final? How are you going to relax? How are you going to prepare? I haven't been doing much preparation between the games. I've just been trying to clear my mind and get ready for the next game. All right, well, best of luck. Once again, commiserations, Debray. Everybody in this crowd, make some noise for both of our competitors! Tudod, mi az igazság, Konti? Azon kívül, hogy Debre megint nem volt túlzottan szószátjár, ha lehet így mondani. Ez már a top 8. Ilyen is izgalmasabb összecsapások várnak ránk végig az egész nap folyamán, sőt, ahogy megyünk előre, úgy ez még jobban fog fokozódni, és még jobban meg fog fagyni a levegő is. Nézzünk egy frissített állást azon az ágrajzon, hogy most ugyanis tart a dolog. Ugye láthatjuk, hogy 2-1-re Debre sajnos kikapott, ezáltal Fungus tovább jutott az első BO-tos összecsapásba, most pedig Konzus és Lenlili összecsapásával fogunk majd egy pár perc szünet után tovább menni, mielőtt azonban még erre majd elrohannánk. Köszönjük meg a Magyar Telekomnak, hogy ezt az egész adást lehetővé tették, itt a csodálatos kis kockákkal, és persze a T-tabletekkel, ha nem tudom, mennyire látszik a hátulján a T-ikon. No de, elmegyünk egy nagyon pici pihenőre, aztán pedig érkezünk vissza, addig is maradjatok velünk.